Megyünk tovább. 100 milliókat költöttek már BV Fanni holttestének megtalálására. Előrelépés egyelőre nem történt. A bűnügyi költségek egyre csak emelkednek, de hogy meddig nőhetnek még, arról majd Lihi Józsefet kérdezzük, előtte viszont mutatunk egy összefoglalót. Noha továbbra sincs előrelépés VV Fanni ügyében, holttestének megtalálása már több 100 millió forintot emésztett fel. A 24.hu-nak a család ügyvédje azt mondta, a keresési költség már az első hónapok után elérte a 100 millió forintot. Jelenleg, tette hozzá, megütheti a 300 milliót is. A való világból ismert Novozánszki Fanni 7 hónapja tűnt el. A rendőrök már szinte mindenhol keresték, a Dunában és a Veszprém megyei erdőkben is. Sőt, nemrég az FBI egyik nyomozó csoportja is beszállt. A búvárok és egyéb vizsgálatok költsége ugyanakkor nem olcsó, ennek köszönhető, hogy lassan rekordokat dönt az ügy. Ennek ellenére a bűnügyi költségek messze elmaradnak a 8 halálos áldozatot követelő Móri Mészárlás nyomozásáétól. Akkor legalább 1 milliárd forintot költöttek a hatóságok a felderítésre, majd rájöttek, hogy téves nyomon indultak el. Lihi József a stúdióban, jó reggelt kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Egészséges folyamat ez egyébként, magunk összolva, hogy elkezdjük összeméricskéni különböző bűncselekményekre költött költségeket? Hát, ugye a rendőrség élettelen ügyekben minden egyes esetben köteles az ügy összes körülményét felderíteni, ez természetes. Most az, hogy egyes ügyeket illetően a keresési költségek miatt, vagy nagyon sok esetben például a Móri ügy az előbb felmerült, hát ugye test közelből tudom, hogy ott is az egymilliárdos költség éppen a DNS szakértések miatt volt. Tehát vannak ilyen hemogenetikai vizsgálat, de például a keresési költségek, amikor fel kell szállni a helikopterrel, amikor le kell menni mondjuk télvíz idején a Jeges-Dunába búvároknak, tehát azért itt vannak olyan extrém körülmények, amikor hát a milliók azok egymás után következnek, és viszik a pénzt a költségek. Az extra költség ugye a Fanni ügyében éppen az, hogy hát ugye november végi cselekményről van szó. Nyilván ugye a sértett személye a közvélemény előtt ismert. Természetes az, hogy a rendőrség is olvas újságot, nézi a televíziót, és látják azt, hogy esetleg milyen elvárás van, nem csak a szülők részéről, hanem akár a közvélemény részéről is. Azzal kapcsolatosan, hogy egy holttestet meg kellene találni. Meg hát dolgozik a rendőrökben magukban is ugye a belső késztetés, hogy hát csak meg kellene találni ezt a lányt. Most már ugye például 8 hónappal ezelőtti az eltűnése. 8 hónapon keresztül keresni víz alatt, föld alatt, mindenfelé, ahol egyáltalán értelme van, hát ez bizony viheti a milliókat. Aztán tulajdonképpen, hogy a költség ennek az egésznek pontosan mennyire rúg, az majd a nyomozás végén a költségjegyzékből fog is igazából kiderülni. Ez a hemogenetikai vizsgálat, amit említett, ez miért olyan drága dolog? Hát azért, mert úgy tudom, ugye a hemogenetikai szakvéleményekből azért az ember olvas, és látom a költségjegyzékeket egyéb ügyekben, hogy itt ami Isten igazából drága, az egyrészt az oldat, amivel dolgoznak. Tehát van egy hemogenetikai lenyomat. Mondjuk egy mikromilliméternyi vércsepp. Például egy kombostúj fejnyi vércseppben van 10 000 sejt. A hemogenetikus úgy tudom, hogy már 30-40 sejtből, tehát még ennek is az ezrelékéből meg tudja állapítani a DNS vonulatot. Na most, de hát ehhez vegyi anyagok kellenek, oldatok kellenek. Ez egy bizonyos fokú eljárás, és hát ugye ezek bizony borzasztó nagy költségekkel járnak. Én nem is nagyon láttam még 600 ezer forint per nyom hemogenetikai vizsgálatnál, olcsóbb, de ez inkább ilyen per nyom 1 millió forint körüli összeg. Egy másik felvetést is tisztázunk, Lihi úr. Múlt héten, 2 héttel ezelőtt volt itt nálunk egy kollégája, és azt is felvetette, hogy a társadalom részéről talán az is egy párhuzam, vagy lehet egy összehasonlítás, hogy még egy ismert embert, aki mondjuk független attól, hogy celeb vagy celeb életet élt, mekkora kitüntetett figyelmet kap a sajtóban, a rendőrségi nyomozás során, még egy teljesen ismeretlen hétköznapi ember, mondjuk egy Mosonmagyaróváról eltűnt villanyszerelő, aki rejtélyes körülmények között ugyanúgy tűnt el, mint ahogy VV Fanni,
tulajdonképpen róla nem írnak, és nem is költenek ennyit a nyomozására. Hát mert az ismert személy érdekli az embereket. Na jó, de ez is inspiráló, mondjuk a rendőrségre nézve? Hát nyilván megkettőzött erővel dolgoznak egy ilyen ügyben. Tehát azért a rendőrség is szeret eredményt elérni olyan ügyekben, amelyek közvéleményesek. Jobban dolgozik a rendőrség? Ezzel azt akarja mondani akkor, hogyha egy sajtóban folyamatosan megjelenő ismert ember bűncselekményéről írna? Hát a jobban dolgozás alatt, ha azt értjük, hogy esetleg több időt fordít rá, nagyobb létszámmal esik neki annak az ügynek. Vagy azt mondom, hogy esetleg például a Fanni ügyében olyan helyen is belemennek akármilyen költséggel is keresésbe, ahol hát nem biztos, hogy eredményt elérnek, nem feltétlenül elvárható, de hát az anyomok alapján azért mégiscsak érdemes oda menni. Hát mondjuk tudom azt, hogy tavasz folyamán volt a Dunába keresés például. Hát oda nem egy búvár ment le, hanem sok búvár ment le, és azért több napig tartott egy ilyen keresés. Na most azt lehet olvasni, hogy a jogosan megítélt bűnügyi költségeknek alig több mint 10%-át tudják utána a hatóságok behajtani, mert hogy akiről bebizonyosodik, hogy ő volt az elkövető, csak azt a költséget lehet rajta behajtani, ami hozzásegítette a hatóságokat ahhoz, hogy ez bizonyítható legyen. Tehát nem minden költséget, csak ami nyomra vezetett. Ez így van? Tehát hogy ennek a 90%-át az állam állja ilyenkor? Ez a 10% ez elég optimista becslés, szerintem annyi sincs. Igen, hát szóval tulajdonképpen ugye az elkövető felel a bűnügyi költségért később majd, amikor ugye jogerősen elítélik, hát akkor a saját magánvagyonával. Na de hát a bűnügyi költségek olyan magasak tudnak lenni, főleg egy ilyen esetben, hogy például a Fanni esetében, ha azt az illetőt, aki most a gyanúsított, egyszer elítélik évek múlva, és jogerős lesz, és aztán ki tudja, hogy milyen büntetést kap, nyilvánvalóan az illúzió azt képzelni, hogy őtőle bármit is később be lehet vasalni, ugye végrehajtás folytán, vagy akár bármilyen vagyonából. Tehát ezek a bűnügyi költségek isten igazából mindig az államot terhelik. Az már egy jó pont, vagy az egy ritka szerencse, hogyha valakin valamilyen lényegesebb összeget be tudnak hajtani, de hát ez nagyon ritka. Még azt érdekelne, hogy van papírforma szerint felső határa egy nyomozási költségnek? Nincs. Tehát én is beszéltem ebben az ügyben, és azért szót váltottam ugye a rendőrnyomozókkal, és szó nem érheti a ház elejét, itt a nyomozók nem azt nézik, hogy mennyi a költség. Nem ez motiválja őket. Őket tényleg az motiválja, hogy meg akarják találni ezt a lányt. Nem is foglalkoznak azzal, hogy ez költség oldalról tulajdonképpen mit jelent. Egész egyszerűen nem törődnek vele. Azzal törődnek, hogy hol keressük, van-e még olyan hely, ahol nem próbáltuk meg, és van értelme oda menni. Nem azzal foglalkoznak, hogy mennyibe kerül majd, hogyha lemennek a búvárok, vagy sem. Csak hát ugye sajnos 8 hónap óta várjuk azt, hogy valamilyen eredménye legyen. Lehet, hogy ők is csalódottak egy kicsit, mert azért amikor már harmadjára, negyedjére, ötödjére összeszerveznek egy akciót, tényleg mindenki oda megy, és aztán mégsem találják meg a lánynak a holttestét, akkor azért az nem vidám dolog a rendőrség részére sem. Köszönjük, hogy itt volt. Köszönjük szépen, az online lapszemle következik Szlazsánszky Ferenctől. Szia!